Sziasztok, itt Dura lesz után. Folytatjuk a Phoenix Wright Isztudon értéke epizódjának és második perének a második részét. Tehát Trial Latter másodszor is. Most Jake Marshallt fogom kihallgatni. Február 24, 12 óra 14 perc, 4 bíróság, 9. tárgyalóterem. Emma még nem jött vissza. Tehát most Jake Marshallt fogunk kiadni. Jó, igen, még akartam volna mondani valamit, mindjárt jövök. Nézzétek, mi van nálam! Egy kés! Tudjátok, hogy miért hoztam ide? Mindjárt meg tudjátok! Nyugi, nem eszem fel kés szúrát, csupán! Egy kis tölt is! Úgy, hogy vándorló! A szője! Aj, ez az nyelv beszél. Tehát a neve Jake Ma. Tehát ő volt a vezető. Ő vitte azt a bizonyítékot tovább. A bíró nem is szól neki! Csak hagyja, hogy azt csinálja! Ne aggódjatok a szakáll miatt! A videó után majd leborotválom. Akkor most az ő valamása. Ilyen nincs, komolyan mondom! Mivel be sem szólt ki, hogy így boltvájott szagállat! És ma megint bajtatja! Két biztonsági rendszerre volt megvédve a szoba. Egy szalomban volt. Átadlag meg van pofán mondani magát. Egy van elmondás a szobában. És ma megint bajtatjuk! Nem mondtam, hogy érdekel a szakállat, de senki nem panaszkodott. Vagy csak két biztonsági garda. Hát a kamera meg az a ID card, de olvasom. Nem tudja, mik az a... Mi az a zár? Anya buta. Na, vagy buta tetteti magát. Szóval nem olyan okos a technikában. Mindegy, van gyenge pontja, nem igaz? Hold it!
És hogyan csinálja az élet? Meg én fajtatjuk! A védel kasztalnak szerintem. Szóval törni az. Szóval, hogy nem lépett be a biztos... bizonyítik a szomába. És már megint folytatjuk. Hold it! Hogy ez nem az ő stílusa? Ma megint folytatjuk. Hogy tudok arra, hogy tudok ezt tűrő? Nem mondja meg, de bizonyára. Hát most nem ilyen beválik. Ezt a bizonyítékot kiemel mutattam. Objection! Ez nem furcsa? Ezeket valómás. Hogy magyarázzam el. Egyszerű. Szóval nyomot hagyott a büntény helyszínén. Egy kézben nyomatot. Hogy természetes, hogy az új lenyomat ahhoz van. Objection! Bár így ezt mondhatnám. De... de az vére volt... Mit jelentsen ez, Tami? A vérfoltos új nyomatot a büdi enyszínét volt. Ami eltűnt. De ez a spéjjel bebukta. Na megint kezdi. Szóval, hogy mi ez az a V-foltos újnyomotáról? Hogy természetesen. Csak megtörtént ez a dolog. A gyilkos hozzáért a széphez, ahol az újnyomatom volt. Ha megyünk. Lényegtet? Nem tudtad, hogy kezd itt hozzá? Hogy nincs semmi köze hozzá? Egy pillanat.
Bocsi, csak a borstás volt. Hát ez nem ilyen kétekedni. A kétekedés nélkül nem volna szolgoztató az élet. Ez a kedves kérdés. Én is biztosan rejteget valamit. Hold it! Hát az elismeri, hogy ez a szép jazz, hogy... Tehát ez volna az a szép. Már megy! Hát furcsa volna, hogyha nem lenne ott. Már megint. Itt többi. Ez most visíteni kell. Hold it! Hogy az nem az övé, ez misztikus. Na ezt csak úgy megtöltünk. Szóval, hogy a gyilkos inthettem. Hold it! Hogy ennek egy a millióhoz az esélye. Aj, hagyd már abba! Aj, már megint! Lép! Vagy ez különböző. És különböző. Nem. Hogy nem tudta meg, hogy úgy eszi volna. Honnan tudod ezt? Aj! Hát egy idő van, de mégis csinálja a dolgát. Kapja a jelentést. Hogy veszem a képét? Simatom, hogy ez csak étel. A bogarak. Szóval van egy videókamerás bizonyíték. Szóval ez egyetlen bizony. Objection! Helyek, amit nem lehet látni. Szóval a bizonyítékban bizonyos helyeket nem lehet látni. Mert ez a kamera itt nem mozog. Jobbra és balra is. Ha valaki ismeri a kamera pozíciójában, valaki el tud menekülni, anélkül, hogy észrevenné bárki. Objection!
hogy nincs idők a spekulálásom. Hát muszáj ezt megmutatni, de akkor a fekjától elvesztesége, ha rossz fászra megyik. Szóval ez az, ami annyira veszélyes. Na bizony. Először nem kellett a fekjától elkezdveszítenem a videó miatt, de most már igen. Stop! Na, itt az elmondás. Te ide! Rövidek a napok Texasban, még a türelmüknek is. Hogy 8 szóval mondjam ezt? Bonzo 8 szóval. Tehát fehér ruhadarab van ebben a széfben. Tehát menjünk visszafelé? A ruhadarab még nincs ott. Amikor a bűn történik, akkor a fehér ruha még nem volt ott. Aztán megjelent. És egy magyarázat van erre. Hogy bent volt a bizonyítékos szobában. És kinyitotta a széfet, ahol... amikor a kamera megfordult. Az még nem érti azt, hogy ő nyitotta ki. A gyilkosnak el kell tejtenie valamit. Szóval kinyitotta, és van ott talán. Hogy de van te hibád, de hogy is nem. Hogy miért bámulunk, hogy állít egy bűnözőre. Ő nem csak játssza az ostobát. Én nem tudja. Csak te tudod, hogy kinyitni azt a szépet. Hogy blokkolok? Te ide! Úgy lenni a cenzorra. Csak a detektív tudja kiírni, akihez tartozik. Hát... Bizonyára meg van ilyetem, de...
Bizonyan igazat mondod abban, hogy nem ért a masinákhoz. Szóval a Gánsú tetszett így említette ezt. Mit tudsz mondani? Szóval egy szó. Nem! Ha ez vicc, akkor a legrosszabb, amit hallottam. Ez nem vicc. Mit csinálta a bizonyítékos szobában a bűtény helyszín? Egy bikó harcos. Nincs hely, ahova el tudna rejtőzni. De nem látta a Marsant. Vagy a Vikings-et, ezt a vicces popájú. Én tudok választ. Na megint összetétek a fekjátóják, hogy megmutassam, hol volt valójában Marsa. Miért ide kéne mennem? Egyszerű! Mert először Marshall mehetett be, és aztán itt Meekins. Akkor itt állhatott. És elsőre még akkor Marshall ott volt. De később meg folytosan körbe-körbe verekedtek, amíg Meekins alul nem maradt. Úgyhogy... Take that! Tehát nem Goodman, de... Bizonyára a házat hasonlít meg. Tehát csak így tudta elejteni magát. Nevetséges! Meekins észrevette. És megint tiltakozom. Meekins bizonyára nem tudta, hogy egy út megy. Ez vicces köcsök. Tehát ő adta a kést. Ha meg volt az idékártyája, akkor miért nem tudta meg? Nem tudtam volna megmutatni. Mert az arca ott volt abban. De az ID kártyában. Ha megmutatta volna, akkor bizonyára lebukott volna. És Meekins észrevette volna, hogy ő nem Goodman, de ki. Valamit mondanak? Hogy elképzelése? Mi mindig tagadjuk. Hát nehezebb lemutatni, keményebb bizonyíték kell, mint ez. Haj, ma megint folytatjuk. Tehát most eléggé félve bizonyára nem igazán tudja bizonyítani. Mit kéne tenni? Na, még igúnyolódik. Megint lemutattam a hiányos tapasztalatom.
mikor egy falhoz érkezel, amely nincs egy tovább menni, akkor tévisz vissza az alapokra. Egy bizonyára, ezt mondta Mia. Azt így fizetjük, hogy itt van. Bizony, ha észrevették volna, hogy csalétán nyitva volt. Vagyis az azt jelenti, hogy nem volt terve, hogy kinyitsa a szépet. Ez a videó kulcs annak, hogy meg tudjuk, hogy mi állunk az egésznek, hogy miért kellett egyáltalán betenni a szépbe azt a ruhadarabot. És még kell kinyitni azt a szépbe. Na ezért kellett, hogy betegye a szépbe. Tényleg! Ne, nem tudja, hogy miért. Ők kellett volna, hogy bemenjen. Valami váratlan történt. Még kényszer találkozhatott, hogy megutassa az ID-kártyáját, de ki is rántott. De Mikins bepánikolt. És az a fehér kabátja pedig bizonyára vérrel volt el. Nem tudtam volna kimenni csak így. Szóval elrejtette azt a kabátot a széfjében. Na végre, nem. Itt az idő, hogy elmond az igazat. Igen, bizony, alábecsülte engem. Nem, nem örülsz egy sor. Két év ezelőtt. Hogyha fég ellenálló lettél volna, mint most máma, nem kéne itt lennünk, nem igaz? Szóval mondja, mit tett? Szerintem eljött az idő. Hogy meg kellett tennie. Nem hagyhatta, hogy ez véget érjen. Szóval ellopta a detektív kártyáját, és úgy öltözött, mint ő. Akarta vinni a bizonyítékot. De nem számolt vele, hogy Mikins ott lesz, úgyhogy leütötte. És így meg akar menekülni. És tudta, hogyha hol tud elrejtődni. De nem történt semmi gyilkosság ötől a 15-kor.
De van még nem ért. Vérnyomok. A bizonyítékos szobában is nem öltek meg senkit. Hogy lehet ez? Szóval, tényleg igaz, hogy ő kötötte be a saját kezét. Tehát ő volt a donor. Na, hogy már Hollédot kell használni. Hollét! Elsőként cincnés. És két éve te azóta. Az incidensnek még nincs rége? Milyen nem így miért kell oda menni? Amikor egy ügy lezárul, csak a detektívek, akik vezetik, nem tudom micsoda, azok nézek a bizonyítékok között. Utána akart nézni annak az esekénységnek. Bármi áll. Nem gond, nem érdekelte, hogy ki mit mond, az az úgy, hogy övé. Az volt mai nap az utolsó lehetősége. Ezért lopta el a detektív kártyáját, és ő úgy öltözött, mint ő, hogy elvigye a bizonyítékot. Miért akart átszázni magadat, Goodman detektív? Ha nem, hogy nézett volna ki, bizonyán lebukott volna. És letartóztatták volna a lopásért. Ami nem vezetett volna őt sehova. Szóval így akarta átvenni a kamerát. Ellopta a reggel az incidenst. Szóval ezért kapta azt a elveszett jelentést. De aztán visszaadta az ID-kártyáját. És lerakta a földre, hogy valaki megtalálja. Bármennyi is átszázod magad, nem tudod megváltozni az új lenyomatot. És az szép nem nyithatott. Nem nyithatott volna ki magától. Tehát Gummedetettél bizonyára nyitva hagyhatta a szépet, mielőtt Nick Officer. Marshall biztosul előtt. De nem számolt Mickey-tel. Csak meg volt lepődve. Csak annyi neve volt, hogy hogyha a bizonyítékos szobában legyen 5 percig, de nem gondolta hagyja talán, hogy olyan rövid idő alatt valaki megérkezik. Szóval el kellett vágnia. Sajnálja, hogy így kellett végigűzni. Hogy leüsse. Mi történt a késő? Szóval ez volt az a kés. Ez a mi volt maradt válkozik itt.
Hold it! Tehát elmenekült, de is tudta, hogy hol rejtőzhet-e. Aki felkészült, lenyom egy sivatagba, nem bírja élni sokáig. A biztonsági videókazetta a 6 óránként törlődik. Ha elmennék terv szerint, egyetlen lépés sem marna hátra. Szóval gyorsan betette, miért a szépbe, miért észrevette volna a kamera. És mit csinált mi kint a... Addig aludt, mint egy baby. Tehát nem volt gyilkos sem. Hold it! De találtunk kövér nyomokat. Vagy? Még nem volt halott. Szóval csak ellopta a bizonyítékot. De valójában nem lopta el. Miért nem? Amikor kinyitotta, a bizonyíték eltűnt. Hol az a bizonyíték? Eltűnt. Valaki más kaphatta ezt a bizonyítékot. Már megint közdünk. Igen, ez egy szabad ország. Ő is szabad eldöntenie, hogy válaszol-e vagy sem. Miért tetted? Ellopni egy detektív kártyáját és megsérülni egy rendőrt. Ez nem kis bűn. És te is őrmester vagy. Ennek súlyos következményei lesznek. Ez nem vagy bocsátható. Nem csak úgy. Hogy ez ő ügye volt. Tehát választ akart. De most mutathatok bizonyítékot. OBJECTION! Azt hiszem már értem. Azt hiszem tudom, hogy miért érdekedik az SL9 incidens. Cactus juice! Szóval megvan a file. És Marshall neve megjelent ottan. De itt egy gyilkos áldozatok vannak. De az egyik Neil Marshall. Nem, hallottátok azt a... Biztos, hogy hallottátok azt a nevet. 2 éve ezelőtt. Szóval... ügyész volt. Biztos arról a trófeáról beszél. Ez ügyész trófeáról. Neil Marshall ügyész. Ő intézte az SL9-es ügyet még korábban. És megölték. És azt bízták Edgeworth-re. Szóval testvér. Nyomoztak egy ügyben Damon Genttel.
egy detektív csapat együtt dolgozott, hogy lemutassa a gyilkost. Joel Dark. A testvére harcolt Dark ellen is megölték. És bizonyítékot hagyott maga után. És erre volt szükség. Bebörtönözték, és meg bizony kivégezték, és az úgy lezárult. A publikus rekord szerint. Véleménye szerint nem Joe Dark ölte meg a testvérét. Tudta előre, hogy jobb, mint bárki. Senki nem tudta volna a harcban legyőzni őt. És ez volt a terve. Egy dolog biztos. Azt már tudjuk, mi történt a rendőrségen. Tehát, mint Goodman detektív átszázta magát, és úgy ment be a biztonság bizonyíték a szobába, de találkozott Meekinszel, és ezért be kell tudnie, hogy elmenekülhessen. Tehát nem volt egy gyilkosság. De egy dolog ezzel már biztossá vált, hogy a bűntényszínre tényleg az ügyészi iroda. Doherty parkoló. Tehát hamis gyilkosság történt a rendőrségen. Hát szóval az a rendőrség dolog csak elterelés volt. És még mindig csak Lana Sky az egyetlen, de váltott. És... az ítélet még nem született meg tegnap. Ezért javaltuk ki azt a rendőrség ügyet. De... tehát egy okkal volt ennek. Tehát a rendőrség ügy miatt... nem kaptam még meg a ítéletet. Tehát itt nincsen mondás. Tehát ügyészi oda marad csak hátra. Tehát az egyetlen gyorsító, mi továbbra is Lana Sky. Tehát nincs hiba, nincs összával más. Most milyen nőt tart? Nem kellett időt így pocsikolni. Hát ő bizonyára még... valóban ott volt a büntény helyszínén, de a vádlott, csak hogy még nem... csak hogy azért kell még folytatni, mert még nem tudjuk, hogy miért tette. Milyen okból kezdve beleszúrni a kés? De a titka még mindig maradt, továbbra is megmaradt. Tehát szóval arra nem gondolt, hogy Lana bűnösségét bizonyítja. Már éppen bűnösség akarnál nyilvántani Lana Sky-t, de... Emma Sky visszatér.
Szóval tudományos tiltakozása van. Szóval egy percet kér. Szóval azt akarná, hogy ő hallgasson ki. Szóval sokkolt helyzetbe került az eset 9-es ügy, de legfőképpen Joe Dahl gyilkossága miatt. Tehát a Skynövek neve benne van a file-ban. Tehát Marshall Williamot annak nincs köze a gyilkossághoz. De viszont egy dologról még nem szedtünk tudomást. Még nem dejtettük ki ezt a új lenyomatot, hogy az mit keres Gumshoe széfjében. Szóval visszatért a bizonyíték a szobába, hogy kiderítse, hogy... ...hogy mi folyik ott. De nem talált komolyabb ellenmondást, úgyhogy az én dolgom volna kideríteni, hogy Gumshoe széfje miért van véres ujjlenyomat. Szóval én csak tanuló. Én meg így véd. Ez az egyetlen nyoma, ami még nem sikerült kideríteni, hogy miért van ott. Ez az szakértő vagyok. Szóval azt kikidejtem, van ez valami gomb. Csak ennyit segíthet, a többit nem kell kenyítni. Objection! Szóval ott kell, hogy legyen egy elbombás. Hát, elég sokat bámolhattam azt, hogy... ...tervet. Ma a hiány. De reméljük, hogy nem fog időt húzni. A bizonyíték... Miért ezt kéne válaszolom? Azért, mert ez itt volt a 17-14-15 között. Csak hogy ez nincs ott. Szégyen! Szóval ez a... Ez a bábú nincs ott. Tehát pont itt volt. Amíg ott táncolt a Blue Badger,
lehetetlen lett volna azt a kézenyomatot meglátni. Mi? Ez mit jelent? Tehát Mick is küldhette ide ezt a Blue Badger. De hát, és miután elvitte onnan, bizony lehetetlen lett volna azt, ott hagyni azt a kézlenyomatot. Tehát ez a vérre lenyomott. Bizony ott volt mielőtt a Blue Badger-t oda küldhették. Bizonyára valaki el akarta takarni azt a nyomot. Tehát még eltöntéltett a dolog, csak úgy lehetett azt a kézenyomatot eltüntetni, hogyha valami eltakarják. Tehát az a vér nem csak hogy egyszer fog, hanem kétszer is. De hogy? A probléma az volt, hogy a másik időben. Na, látjátok? Itt nem lehet látni a kézlenyomatot. Valaki elvérzett... És nem akarta valaki, hogy meglássa. Még a kamerába is el akarták rejteni, hogy ne vegyék észre azt a vérnyomot. Goodman, de te mikor haltod még az... Ez a kérdés. Projection! Tényleg hamis volt viszont. De az nem magyarázza meg, hogy mit keres ott az a kézenyomat. Szóval mikor történhetett mikor lett... Az a kézenyomat mikor jöhetett létre? Vagy ki okozta? Tehát volt még egy incidens a bizonyítékos szobában. Tehát az... Tehát Marshall és Mickey szület le van zárva, de ez még nem. Tehát két incidens közelhet. Tehát az első incidens az, ami igazán kell neki. Ön kiokozta azt a kézlenyomatot. A bizonyíték pedig ez. Tényleg! Hogyha a bizonyítékos szobában lehetett a bűntény, akkor az elkövető bizonyára beléphetett a szobába ID-kártyával. Tehát 4:50-kor küldhette ide azt a Blue Badger-t. A büntény... Éj... 4:50 előtt volt... Meglátta 4:40, amikor Mars Edgeworth volt ott.
Csak hogy kérdés, hogy Dreamhouse esőre kérd mi köze? Hát ez még mindig nem igazán érthető. Végkis bizony nem vett észre azt a vért. Akkor az a vér bizonyára még eltűnhetett. Az igazi gyilkos számára. Tehát 10 mérc lett volna eltüntetni a testet. És lemosni a vért. De az lehetetlen, mert a vér nem válik vízzé. Tehát akkor történhetett a gyilkosság, amikor egy belépett arra a helyszínre. Még egy dolog nem derült ki, hogy kinek a száma a 7777777. Egyszerűen csak szám. Tehát az igazi gyilkos sajja eltett be bizonyára. Tehát ez egyetlen magyarázat. Tehát beléphetett a 7777777 számmal. Tehát bizonyára valakivel lehetett. Aki meggyilkolhatta. Szóval egy kapitány vagy egy nagyobb rangúrnak lehet ilyen száma. De csak egy valakit ismerünk, vagy kettőt ismerünk. Az egyik az Lana Sky, mint ügyészvezető, a másik pedig Damon Gant. Tehát Damon Gant után kéne járni, hogy olyan neki mi követel. Lehet, hogy ő a cél. De nem tudja kivizsgálni, hogyha ő a személynek az identitása. Most beszél éppen habisításról. És mert így tehát így csekszik az ügyész írónak. Hogy büszke a munkájára. Tehát egy kérdés kéne feltenni. Szóval vádoktól akar feltenni kérdést. Tehát ő vádolt gyilkosságra. Tehát azt már tudjuk, hogy nem Lanai. De viszont csak egy magasabb rangú maradt akkor. Damon Gant. Tehát őt kell kivizsgálni. Tehát az incidens akar kérdezni Lana. Marshall arra kíváncsi, hogy legális bizonyítékot használ mindig, amikor most abban az incidensben, hogy használta legális bizonyítékot. Hm.
Szóval ő ügyészkedett az esély 9 incidensen. Szóval erőtlenek voltak a törvényben. Legalábbis ő. Szóval ügyészévé vált, hogy... Ugye a törvényjelek... Nem utassa egy bűn. De mielőtt észrevette volna... Szóval nem kell elszólni arra. Drasztikus bűnöknek rendelkezni kell drasztikus lépések. Így kell ennek lenni. Azt kell tennie. Hát bármit megtettek volna azért, hogy elítéljék azt a gyilkost. De lang. Minden áron le akarták buktatni azt a gyilkost is, elítélni, és hogy csak kivégezzék. Szóval még illegális bizonyítékot is hajlandóak voltak ezért előhozni, csak hogy lebuktassák azt a sorozott gyilkost. Szóval erről beszél. Hát ez már katasztrofális. Így már nem tud ítéletet hozni, ilyen zajban. Így káosz tör ki a bíróságon. És miért az eredmény? Egy következő napig már ennek várnia kell. Folytatjuk. Oké, remélem jó nevetetek azon, ki is használtam. Jake Mossot nem tudom, hogy mennyire tudtam jó utánozni, de... Mindenesetre, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámat, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren és figyeljetek a weboldalom. Tehát legközelebb a harmadik, az utolsó nyomozással fogjuk folytatni, legalábbis az Ace Attorney-ben. Úgyhogy legközelebb a harmadik nyomozás lesz. Ami nem lesz jó vége, úgyhogy búcsúzom mára. Sziasztok!